No, amiket a pásztor megérkezik, addig egy beszélek a sörről általánosságon, mert van, hogy egy pár szót elmondok. Simonfai Balázs volnék, sörökkel foglalkozom. Egyrésztről van egy Harapán Brewing nevű gerilla sörfőző brandünk. Másrésztről pedig van egy Brew Studio nevű házi sörfőző iskolánk, ahol tanítjuk azt, hogyan kell otthon sört főzni a konyhába. Emellett pedig tartunk sörkóstolókat is, mert egy utóbbi minőségekben vagyok itt. Sörről általában egy pár gondolat. Mint minden egyes utat, hogy kóstolunk, ugye ennek is van egy menet, amit érdemes csinálni. A első fontos dolog az a szagláshoz kapcsolódik. Amikor ízlelésről beszélünk, sörízéről, borízéről, bármilyen ilyesmiről, nincsenek ezeket föl, ott a piros ember, meg ott a bordó ember. Szóval általában, ha ízlelésről beszélünk, akkor a szagokról van szó. 5-6-8 alapít tudunk érzékelni, ami eléggé kevés. Tanultam egyébként a kuliba ezt a keserű, édes, só, savanyú dolgot. Emellett van még az umami, esetleg a zsír ízt már különbözik nagyon sokan, a fém ízt is. Szóval kezd kicsikét a paletta így szélesedni, de ezért mindig elég kevés. Mondjuk megállunk ilyen 8, maximum 10 íznél. Ezek mellett viszont nem szerepel mondjuk az, hogy citrus, vagy rozmarin íz nincs. Ezek mind illatok, ezek mind aromák, hogy a szagolóhálunk segítsége létezik, nem az orrunkban. Kettő persze nagyban kicsikét összemosódik az íz meg az illat, ezért beszélünk ízlelésről egyébként ilyenkor. Valójában több tízezer aromát tudunk érzékelni az orrunkkal, és igazából ezt nevezzük mi íznek. Klasszikus példa az, hogy valaki meg van fázol, hogy nem érzi annyira az ízeket, ezért van ízeket, érzi ugyanúgy, aromákat nem érzi az illető ilyenkor. Be kell szagolnunk a sört, ez az elsődleges, első fontos tanácsom. A második az pedig az, hogy ne hűtsétek soha túl a sört. Túl van hűtve a sör, akkor ugye a hidegben kevésbé jönnek elő az illóolajok, ez megint csak megöli kicsikét a bulit. A másik pedig az, hogy a sör az általában a keserű, édes vagy a édes savanyú egyensúlyán próbál meg ott valahogy itt mozogni. Édes ízben a sörben mindenképpen fontos. Ha azt mondjuk, hogy a sör egy baromi keserű és száraz, akkor is van benne valamennyi maradék cukor, maradék édesség. És édes pedig egy gonosz íz, mert hideg hatására elbújik. Az így otthon esztek jégkrémet mondjuk, a fagyasztóból kivéve az valamennyire édes lesz. Hogyha felmelegszik az szobahőmérsékletet üle mondjuk a tárkádban, édesebbé változik. Nem körülbelül a levegőből semmiféle cukor nem szól bele egy kis angyal cukrok egy húsba, melyek hatására az édes íz jobban előjön. Mi következik ebből? Ha a sört túlhűtöd, akkor az egyensúly megborul, mert az maradék édességét, ami nagyon fontos, nem fogod érezni. Ipari sörökre, ez feltétlenül igaz, craft söröknél, kézüres söröknél inkább. Leghidegebben a búzasör szokás hinni, és 8 fokos. És a fölött van Isten igazából minden. Ökölszabályként azt mondanám el nektek, hogyha valami minőségi sör tisztok, vegyétek ki a hűtőből fogyasztás előtt egy ilyen 10 perccel, 4 órával, és akkor azért jobban lehet találkozni a sör teljességében. Az, ha mindenkinél a sör most már igaz? Szuper, szagoljatok bele kérlek. Éreztek benne, az egy gyümölcsös karakter. Mert nincs egy gyümölcs, ez az Easy Day nevű sörre a Horizon sörfőzdének, ezeket a gyümölcsös aromákat, ezeket a komló csempelíti bele. Erre a sörtípusnál is a komló a fő segédelő, a fő fűszerünk. Nagyon sokféle komló van szerte a világban, kicsikét olyan, mint a bornál a szőlő. Mindegyik szőlő hasonlóan néz ki azért egy ránézést egyetemben, tudjuk, hogy szőlő amatőr szemekkel is, de mégis más lesz tőle a bor. Ez igaz a komlóra is, ahányféle komló ez a terület, ahány nemesítés, ahány komló fajta, annyiféle aroma elképzelhető. Ebben főleg újvilági, új hullámos amerikai komlók vannak, ezek pedig többnyire a citrusos ízéteket, meg a gyantás karaktereket közvetíti. Szóval beleszaboltok, először ezt érzitek. A kóstolás mentén az első fogy a szagolás, tehát gyors, rövid szippantások. Aztán megnézzük a poharat, illetve a sört, azt látjátok benne, hogy ez erősen szűretlen, ugye ez a sör. Ez azért fontos, hogy a legtöbb minőségű sör azért szűretlen, mert megszűrjük, kivesszük a kicsikét a lelkét a sörnek. Bár a polcon el fog állni az tovább, de az éreztő sejtekhez hozzá tapadnak bizonyos kumló aromák, amiket a szűréssel kivennénk a sörtől is. Ezért van az, hogy a legtöbb kapcsolat szűretlen, így sokkal teljesen aromaélményt kap.
Látjuk, hogy világos, de azt jelenti, hogy nincsenek benne nagyon durván pörkölt malátek, amik barnává, feketévé tennék a sör. Illatában is már ez egy könnyebb sör. A kóstolásnak az első igazi lépése az, hogy vesztek a szátokba egy kis kortyot, azt gyorsan le is nyelitek, ezzel kisöprítek a maradék pogácsát, meg előző sört a nyelvetekről, és utána következik a nagyobb kort, ez a fő mintavételi kort, én neveztem el ilyen szépen, ez annyit jelent, hogy egy nagy kort a szátokba vesztek, a nyelvetek egy kicsit megkavarjátok, aztán ezt le is nyelitek, és utána vártok. Vártok 15-20 másodpercet, és aztán alakul ki a teljes ízprofil. A ízlelésnek, a sörnek, minden italnak van egy ízfejlődése, ez azt jelenti, hogy nem találkozol feltétlenül minden ízes aromával egyszerre. Valamivel csak később. Például a maradt környékéről is felszabadul még a száj hátsó, szemüveg hátsó részéről felszabadul még egy csomó aromás illóolaj, amit szintén a szagróhámunkkal érzékelünk, de nem az orrunkon megy fel a dolog, hanem itt hátul futjan fölfelé. Ez is nagyon fontos, ezért is kell többet lenyelni a sört egyébként, de csomó olyan aroma van, amit csak később fogtok érzékelni. Hát nagyjából úgy kell kóstolni a sört, nyilván lehet szatisztikálni ezt a végtelenség, ez egy neves sörpír a képzés itt, úgyhogy talán megállhatunk ennél, de így célszerű sört írni. Most nem mondom azt, hogy mindig, mikor leültök sörözni a haverokkal, akkor így kell kortolgatni a sört, mert sose lesz vége akkor az első pohárnak. De ha új sörrel találkoztok, akkor bőrös dolog az első pár kortot megtisztelni ezzel a ritussal, utána pedig már lehet rutinból sörözni. Mit iszunk konkrétan? Ez az Easy A, ez a Horizont sörfőzdének a söre. A Horizont valahogy egy 2,5-3 éves friss sörfőzde, a Kőbányán székelnek a főzde parkba. És az Easy A pedig egy American Pale életítésű sör. Azt jelenti, hogy minden szó jelent valamit, az él azt jelenti, hogy a sör felső erjesztésű, egyszerűen mondva nem lager, az élesztő erjesztés során máshol helyezkedik el egy picit. A pale azt jelenti, hogy sápat világos, mert nem egyes stimmel, az American pedig annyit takar ebből, hogy új hullámos amerikai kumulók vannak benne. A stílusra jellemző még az, hogy ez egy könnyen iható sör. Jellemzően 4,5-5% között az alkoholtartalmának a típusnak. A célja az, hogy egy könnyen iható sör legyen. Ez lehet nagyjából a megfelelője a könnyen iható lágereknek, a pilzenisoroknak például élve. Ez intenzív aroma élmény, de mellette könnyen csúszik, könnyen iható. Nem tudom mennyi időm van még. Van még egy kicsit. Ez a sörtípus, ez a 80-as években született meg Amerikában különben, egy válasz volt a könnyű európai lágerekre, és ma már rendkívüli mód elterjedt, szinte minden sörfőzdének van most már egy apája, ugye híressé ezt apa dolgot, ezt azért a Soproni tette kis hazánkba. A szár nem a legjobb példa a sörtípusára, de mindenképpen segíti azt, hogy ebből minél tényleg nem ismer a sörtípus, és ne idegenkedve kérje az ember, hogy nem ismeri a söröket a kocsma kultjainál. A Horizont helyéről beszélnék még egy picikét. Ez az egész új hullámos craft forradalom itt van azért egy ilyen pár éve beindult történet, és nagyon érdekes a főzdepark, ahol székel egyébként a Horizont is. Ez a régi Dréher sörgyárban található volt a sörfőzde. Ki hallott már a főzdeparkra? 1, 2, 3. Na, nem sok. A főzdepark az azért érdekes, hogy van egy hatalmas tér a régi Dréher sörgyárban, a szőbánya szívében, és erre az udvarra 4 sörfőzde néz rá. A Horizont, a Mad Scientist, a Hoptop, illetve a Molyó. Tehát közös udvaruk van szó szerint. Emiatt igaziból a magyar nagyon minőségű sörök jó része egyébként ott készül. Hatalmas ilyen kis kampusz hangulat van. Nem mondom, hogy olyan tényleg, mint az egyetemen, de azért az, hogy másikhoz átvennek a söreikkel, meg kóstolgatják, meg targoncán betegszenek kihasználja éppen, ez teljesen mindennapos. Ez egy nagyon jó hangulat van ott, és az egész kapcsolatokra jellemző a fajta open source jelleg, tudásmegosztás. Annyira így van ez, hogy a leghíresebb kapcsolatfőzde Európában, aztán a Brewdog
mert például fenn vannak a receptjeik a honlapjukon, elérhető bárki számára, ezek nem ilyen kóla szintű titkok, hogy csak két ember tudja, de hogy nem mehetnek egy repülővel. A cél az az, hogy mindenki tanuljon a másiktól, persze van harc a piacon, de tulajdonképpen nagyon szépen jelent van. Ennek köszönhető az, hogy Magyarországon ez a minőségi sör, ez ilyen gyorsan felfutott, hogy megvan mindenki olyan a hajlandóság, mint annak idején Amerikában, ahol az egész mozgalom származik. És az is elmondható még, hogy itthon is örökre is jellemző, hogy a legjobbak az Amerikában kezdődtek, és ez a hobbista hozzáállás, minőségre törekvés, ez megvan mindenkibe. Akkor is, amikor már nem magadnak főzöd meg a haveroknak a pincében, hanem piacra termelsz. Na, később beszélgetünk még a Horizontról is, meg majd jön még egy sör, most pedig átadom a szót neked. Figyeljetek, valójatok! Köszönöm szépen!